Az utóbbi időszakban számos sikeres pályázatról számoltunk be önöknek, melyek tetétlenen fognak megvalósulni az elkövetkezendő esztendőben. Most azonban, február első napjaiban, az önkormányzat eredményes munkájának köszönhetően újabb nyertes pályázatokról adhatunk hírt, melyek részleteiről Borbéné Fülöp Hajnalka polgármesterrel beszélgettünk. Mi 2020-ban készítettük és nyújtottuk be ezt a pályázatot, amely családi porta program néven került meghirdetésre, és amely gyakorlatilag talán úgy jobban ismerős a településen élők számára is, a szociális földprogram folytatása, vagy továbbfejlesztett programja ez. Elkészítettük ismét a szakmai anyagot, és benyújtottuk a pályázatunkat, annyi változással, hogy gyakorlatilag a 2021-es évben azt a célt tűztük ki, hogy több családnak tudjunk segíteni, mert valóban népszerű ez a program. Évek óta fut már, de mindig vannak olyan családok, akiknek ez valós segítséget nyújthat. Ebben a pályázati programban 1 millió 920 ezer forint támogatásban részesültünk, visszanemtérítendő támogatásban, és gyakorlatilag ez a program márciustól fog indulni, és ez azt tartalmazza az eddigiekkel megegyezően, hogy a programba bevont családok vállalják azt, hogy megművelik a kertjüket, rendben tartják a portájukat, és kapnak vetőmagcsomagot, amit ugye a kertben a család asztalára tudnak majd friss zöldségként megtermeszteni. És ugyanúgy benne van a programban az előnevelt csirke és a felnevelésükhöz szükséges táp. A pályázat kiírásában némi változtatás történt, ugyanis azok a kiválasztott családok, akiknek portáján a kerítés, illetve az állatok fenntartására szánt már meglévő helyiségek rossz állapotban vannak, anyagi forrás biztosít az önkormányzat az épületek javítására. Ugyan nem minden család vonható be egységes általánydíjjal vagy támogatással a kerítés vagy az állatok felneveléséhez szükséges helyiség javításával, tehát nem új építésével, meglévő épület mondjuk csirkeó javítására biztosít forrást a támogatás. Ha jól emlékszem, 5 vagy 6 család részesült ilyen támogatásban. Igyekszünk ezt a jelenlegi helyzethez, állapothoz igazítani. Megnézzük, hogy hol kell valóban, vagy hol inkább, leginkább van erre szükség, és ha szükséges, akkor ehhez biztosítjuk az anyagokon túl az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket is átmenetileg. Valóban azt gondolom, hogy közös célunk az, hogy ezek az emberek rendezett körülmények között élhessenek, és lássák azt, hogy mennyivel jobb ez nekik is. Most már, amint megérkezik a támogatási szerződésünk és az alájtámogatási szerződés, akkor gyakorlatilag meg tudjuk hirdetni a településen, és a szociális bizottság pedig a beérkező jelentkezéseket, kérelmeket, helyszíni szemle és egyéb jogosultsági feltételek megvizsgálását követően pedig a 30 családot ki fogja majd jelölni, akik ebbe a programba bevonásra kerülnek. A projekt elsődleges célja az otthoni élelmiszertermesztés és állattenyésztés által a családok önfenntartásának segítése. A pályázaton a korábbi években is számos család vett részt. Polgármester asszony riporterünknek beszélt az elmúlt évek tapasztalatairól is. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, ahonnan indultunk mondjuk 10 évvel ezelőtt is, nagyon sok nehézséggel kellett ebben a programban is szembenéznünk, ahhoz képest jelentős változáson mentek át az itt élő családok is. Megértették azt, hogy igazából segíteni csak úgy tudunk, ha ők önmaguk is partnerek ebben. Azt értem ez alatt, hogy gyakorlatilag most már valóban gazdálkodnak, és nem csak jelentkeznek erre a programra. Tényleg megértették azt, hogy sokkal jobb, amikor saját maguknak meg tudják termelni azt a friss zöldséget, vagy saját otthonukban, vagy gazdaságukban fel tudják nevelni azt a 20-30 csirkét, amit kapnak, és az igazi segítséget jelent nekik. Voltak olyan családok, akik átgondolva, átértékelve ezt a lehetőséget, például nem várták le az összes
csirkét, hanem tojótyúkként egy részét megtartották, mert hogy az is egyfajta saját gazdaságban való élelmiszer alapanyag előállítás folyamatát indította el náluk, és azóta is gazdálkodnak. Folyamatosan ellenőriztük, fotóztuk az elmúlt évek programjait is, és tényleg nagyon szép és gondozott kerteket találtunk, és ténylegesen a család élelmezésére fordították a támogatottak ezeket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a teljes település, vagy a teljes közösség célja is egyben, az pedig az, hogy ne legyenek elhanyagolt porták a településen, gazos porták a településen, és nem utolsó sorban azt gondolom, hogy ez a családokban élő gyermekek számára is egy olyan fajta iránymutatás jelent, ami megint a település közösségének a jövőjét, vagy a település fejlődését is vagy meghatározza mindenféleképpen. Látnak egy mintát, látnak egy példát, amit majd megszeretnek, ebben nőnek fel, és gyakorlatilag nem lesz már annyira idegen számukra sem. A kezdetekben bármilyen furcsa hangzik, hiába településen, községben, falun élünk, mégis voltak olyanok, akiknek meg kellett az alapokat is tanítani, meg kellett mutatni. Most már nyilván ez nem okoz nehézséget, nem okoz problémát, de innen indultunk. A folyamatban lévő pályázatok mellett a már megvalósult és az utolsó fázisban lévő pályázatokról is beszámolhatunk. Befejező szakaszába lépett a Struczfészek gyerekház felújítása, mely először belső, majd külső felújításon esett át. Az első lépcsőben a belső átalakítást, felújítást, magát az épület átalakítását funkcionálisan a feladatellátáshoz, majd ezt követően pedig egy következő lépcsőben a külső átalakítása, felújítása történt, meg inkább felújítás külsőleg csak ez történt. Utólagos hőszigeteléssel tető javítás csere, teljesen új tetőt, szerkezetet kapott ez az épület, hiszen több helyen leázott, és igen, illabilis volt az a szerkezet. Illetve párkányokat és esővíz elvezető csatornát is cseréltünk, és hát gyakorlatilag megkapta a végső színezését is az épület. A gyerekház célja a hátrányos helyzetű családok segítése, valamint az apróságok felkészítése az óvodai, illetve a bölcsődei nevelésre. A tavasz során a telken park rendezés zajlik majd, kerti garnitúrát helyeznek ki, továbbá egy mini játszótér is kialakításra kerül. Ez a pályázatnak már gyakorlatilag a lezárása most van folyamatban az irányítóhatóság felé, és a záró beszámoló befogadását követően pedig ez a projekt, mondhatjuk azt, hogy teljesen rendben van. Az első körös projektben még az folyamatban van 2022-ig, abból már gyakorlatilag minden megvalósult, de a gyerekház, mint intézmény, önkormányzati intézmény megkapta a működési engedélyét, tehát teljesen abszolút szabályosan működik. Szintén a hátrányos helyzetű családok érdekében, azok megsegítése céljából, és ezt követően már a tavaly évben is jelent meg egy olyan pályázat, egy olyan lehetőség, amely biztosítja a gyerekházak vagy a tanodák működtetését, biztosítását. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk az idei évben meg kell kezdenünk ennek a pályázati anyagnak a kidolgozását. Településünkön az utóbbi időszakban sajnos csökkent a gyermeklétszám. Ez leginkább a bölcsődei és óvodai nevelés alatt álló gyermekek számán érezhető. Polgármester asszony azt mondja, minden megtesznek azért, hogy a gyermeklétszám újra növekvő tendenciát mutasson. A múlt héten egyeztetve a védőnővel, illetve a többi intézmény vezetőjével, bár most volt egy mélyebb pont inkább így fogalmaznék, a gyermek létszám tekintetében, ez leginkább a bölcsödében és az óvodában jelentkezett, vagy ütközött ki. Most már megint ott tartunk, hogy új születendő gyermekek hamarosan érkeznek a településünkre, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy nem lesz céltalanul üzemeltetett a Struczfészek gyerekház sem, mind a mellett ugyanúgy fognak tudni üzemelni, működni a bölcsödénk és az oldánk is.